Tisztelt kollégák, először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést. És akkor vágjunk is a lecsóba. A pitvarfibráció a leggyakoribb ritmus zavar, és a fejlett nyugati világban ez egyre gyakoribb és gyakoribbá válható. Ha megnézzük, akkor azért a férfiaknak ebben is hátrányuk van a hölgyekhez képest, háromszoros esélyük van arra, hogy pitvarfibráljanak a életük során szemben a hölgyekkel. És hogy miért fontos ez a ritmusa, azon kívül, hogy a pitvarfibráció a kardiológia miatt hospitált betegeknek legalább a 30%-ában szerepel. Tudjuk, hogy a mortalitás megemeli akár háromszorosára, a stroke esélyét 30%-kal megemeli, ugyanígy 30%-ban szívelégtelenséghez vezethet, akár egy ördögi körként a pitvarfibráció, a magas kamrafrekvencia és az irreguláris frekvencia miatt egy kardiomiopátának nevezett, a kardiomiopátának nevezett kórképet tud kialakítani. A kognitív funkciókat is rontja, demenciának lehet az alapja, depressziót is okozhat, és a legfontosabb, hogy a betegek életminőségét jelentősen lerontja, tehát valamit ezzel ellen tenni kell. Mire ez egy multifaktoriális betegség, először is ki kell vizsgálnunk, és kezelni kell azokat a nagyon gyakori kórképeket, magas vérnyomás, cukorbetegség, koronária betegség, akár a alvási apnoé, amelyek a ritmuszavar hátterében állhatnak. Kívül a betegeket. És ahogy ez látható, ez egy összetett kezelési stratégia, amelyben a beteg van természetesen a központban, de a családorvos mellett a pitvarfibrillációs asszisztensek, a gyógyszerészek, a család, és ezen belül egy tisztelet vagyunk egy kardiológus, és azon belül is egy tisztelet a ritmuszavarral invazívan foglalkozó kardiológusok. Abban az esetben, hogyha úgy döntünk, hogy a betegnél szeretnénk mindent megtenni azért, hogy a szinuszritmust megtartja és megmaradjon a szinuszritmus, ezt hívjuk ritmus kontroll stratégiának. A 2020-as európai pitvarfibrillációs ajánlás alapján láthatjuk, hogy melyek azok a faktorok, amelyek a ritmusért való küzdelem felé irányítanak minket. Ilyen a fiatal betegeknél, akinek viszonylag rövid ideje van pitvarfibrillációja, akiknél a már említett tahikardiomediáltó kardiomiopátia állt fel, csökkent a balkana funkciójuk, és azoknál, akiknél kevesebb a komorbiditás, nagyon nehéz elérni a megfelelő ritmuskontrollt, illetve a beteg szeretné és jobban érzi magát a szinuszritmusban. Az, hogy a gyógyszeres kezelésnél hatásosabban tudunk már lépni ebben a téren, ezt mutatná ez az ábra, ez a Kabana vizsgálat volt, egy randomizált vizsgálat, amiből az látszott, hogy gyógyszeres kezeléshez képest az ablációs kezeléssel szignifikánsan lehetett csökkenteni már 6 hónapnál is a kombinált klinikai eseményeket, ami a mortalitás, a stroke és a hospitalizációt jelentette, és ez a gyógyszikony hatás ez nem csak fél évnél látszott, hanem 5 évnél is kitartott. Tehát valóban most már vannak olyan eszközök a kezünkben, amivel javítani tudjuk a gyógyszeres kezeléshez képest a betegek állapotát. A ESC vezérfonal, ja már említett 2020-as vezérfonal alapján látható, hogy elsőként választandó kezelés a csökkent balkana funkciós betegeknél, erről mutatok majd egy adatot, hogy miért, és bizony azoknál a betegeknél, akiknél nem sikerült gyógyszeres kezeléssel beállítanunk és megtartanunk a rendes színusz ritmust, és 2A ajánlás, hogy elsődleges vonalban first line kezelésként alkalmazzuk. Amikor az ablációt csináljuk, nagyon fontos, hogy a legfontosabb a tüdővénáknak a megkeresés, ugyanis a tüdővénákban, azt mondjuk több mint 20 évet tudjuk, vannak olyan gócok, amelyek a pitvarra betörve a pitvarfibrációnak az iniciálta, hogy tiggerei tudnak lenni, és ezeket a gócokat a pitvar többi részétől izolálni tudjuk, akár egy pontról-pontra történő égetésre, akár egy single shot fagyasztásra, abban az esetben a betegeket jó esélye szinuszritmusba tudjuk tartani, és minden egyéb beavatkozás egy ülésben nem feltétlenül szerencsés, ugyanis majd erős mutatok adatokat, ez csökkenti, növeli a kockázatoknak a számát, növeli a procedúra időt. És nagyon fontos, hogy az abláció előtt a már említett szociokulturális változásokra is meg kell próbálni rávenni a betegeket, kezelni az alapbetegségüket, és az élet minőségüket is emelni kell. Szerveztünk 2015-től kezdődően egy
krióbalonos regisztrációt, amely egy világ regisztráció, több mint 90 centrumban a jelen állás szerint már 4200 beteget bevonva. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan és miként történik egy speciális krióbalonos fagyasztással történő abláció a pitvafibrillációban, hogyan végzik ezt a különböző kontinenseken, a különböző gyakorlatsági centrumok, és milyen sikerarányal és milyen kockázattal tudjuk ezt a beavatkozást elvégezni. Magyarországon két center, a Debrecen Egyetem mellett a mi intézetünk volt, egy centrumból 100 beteget lehetett bevonni, és látható, hogy ezt a 100 beteget mi nagyon gyorsan sikerült bevonni. A vizsgálat tervezésében és utána a vizsgálat adatainak a leközlésében tevékenyen részt tudtam venni, mint a Steering Committee-nek a két európai tagja közül az egyik. Beavatkozás, illetve a regisztrinek a fő kérdésre, ahogy azt mondtam, arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a pitvafibrilláció abláció sikeressége, milyen egyéb ritmuszavarok tudnak fellépni a beavatkozás kapcsán, és másodlagosan azért arra is kíváncsiak voltunk, hogy ezt hogyan és miként befolyásolja a betegek életminőségét, és milyen kockázattal jár egy ilyen beavatkozás. Az első adatokat idén januárban tudtuk publikálni, amely a első 3276 betegnek az adatait tartalmazta. Látható, hogy nagyon sokan, alig 3%-os volt a, sokan bent voltak, maradtak a vizsgálatban, 3%-os volt a lemorzsolódás. És azt láttuk, hogy azoknál a betegeknél, akiknél paroxizmális, csak időszakos jelentkezik a pitvafibrilláció, egy nagyon magas 86%-os sikert tudtunk elérni egy évnél a beavatkozással, míg a perzisztens, tehát egy tartósabban meglévő ritmuszavarnál ez 71%-ra adódott. Csak egy kicsit vissza példa az ajánlásra, hogy miért gondoljuk azt, hogy a szívelégtelen betegeknél nagyon fontos akár első lépésben az ablációt megcsinálni. Ez a Kessler-Jeff vizsgálatra támaszkodott, ahol egyértelműen lehetett látni, hogy azok a betegek, ezek csökkentve akkor a funkciót, ICD-t viselő betegek voltak, akiknél elvégeztük az ablációt, ott a betegeknek 63%-a, míg ahol nem, csak 21%-a volt színusz ritmusban, és ez egy szignifikáns eredményt hozott, nem csak a ritmuszavar gyakoriság szempontjából, hanem nagyon kemény végpontokban, mint mortalitás csökkentés, mint szívelégtelenség miatti hospitalizációs szám. A egyik másik most októberben elfogadott előadásunkban a regisztrinek a szívelégtelen betegeit néztük meg, és hasonlóan azt láttuk, hogy nem befolyásolja a szívelégtelenség meglépte a krióbalonos beavatkozás sikerességét és szövődményét, az dönt el, hogy paroxizmális vagy perzisztens formában végezzük, és látható, hogy a szívelégtelen betegeknél a normál betegekhez képest is egy nagyon jelentős életminőség javulást tudtunk elérni, hogyha ezt a életminőség kérdéjével néztük és után követtük. Az európai adatokat is publikáltuk áprilisban, ahol a biztonságosságra hegyeztük ki a témát, és azt lehetett látni, hogy bizony-bizony a veszélyes, életveszélyes komplikációk száma az 1% alá tehető, és az összkomplikáció arány is gyakorlott centrumban 3% alá tehető is. Visszamutatva az ajánlásra, ha több hosszú ideig történt a beavatkozás, hogyha többet csináltunk, mint amire ez az egész dolog kitalálódott, egy tüdővén izoláció, akkor bizony 3-4-szeresre emelkedhetett a beavatkozás szövődmény rátája. És akkor rákoncentrálva a first line, elsődleges ablációs kezelésre, amely az ajánlásnak is része, tudjuk, hogy korábban lépünk, akkor a pitvafibrillációnak nem csak a szimptomáit tudjuk csökkenteni, hanem a betegség progresszióját is egy kohorthoz képest biztosan, jelentősen és szignifikánsan tudjuk csökkenteni. És ezt randomizált vizsgálat is megerősítette a közelmúltban. Ez volt a EAST-EF-net for vizsgálat, ahol látható volt, hogy a gyógyszeres kezeléshez képest egy korai ablációs stratégiával a mortalitás és a stroke kockázatát szignifikánsan lehetett csökkenteni. Tehát megint kemény adatokra tudtunk utalni. Az első elvakult próbálkozása Hamburgból, illetve Németországból jött, ahol összehasonlították a pontról pontra történő ablációt és a krióbalonos ablációt, és azt találták, hogy bizony-bizony a biztonságosság szempontjából a krióbalonos beavatkozás az egyértelműen szuperior a rádiófrekvenciás ablációhoz képest, ugyanis az életveszélyes komplikációk ezen belül is a perikardes tamponádnak az esélye szignifikánsan alacsonyabb.
kevesebb katétert kell hozzá használni, sokkal gyorsabban, szilipésen gyorsabban tud megtörténni a beavatkozás, kevesebb időt kell tölteni a borbitvarban, tehát ez egy ideális módszernek tűnik azoknál betegeknél, ahol még nem egy progresszív rezisztens mitrafibrációról van szó. Szintén megerősítette egy olasz regiszti hasonlatokat, hogyha egy évnél korábban kezdünk, akkor az ablációval a ritmuszavar kezdetétől, akkor szignifikánsan jobb esélyünk van a szinuszritmus megtartására, és metaanalízisben ez bizony 30%-os eredmény, 30%-kal magasabb szinuszritmus maradás mutatott. Volt három randomizált vizsgálat, amit az EU-ban publikáltak egy évvel ezelőtt, az európaiban, ahol szintén szignifikánsan 82-67% volt a krióbalon és a gyógyszeres kezelés különbsége. Az amerikai vizsgálatban, ahol egy szorosabb utánkövetés, mert 74-45 volt egy évnél a kitvalfibráció-abláció elsődleges kezelése, tehát olyan betegeknél, akik nem szedtek korábban antiretmés gyógyszeres kezelést, és a szövődmény arány az 2%-ra adódott, és a kanadai vizsgálat szintén a New England-en publikában szintén szignifikáns eredményt hozott ki. Itt az látszik, hogy alacsonyabb a sikerarány, mert egy folyamatos monitorzálást végeztek, de látható, hogy az ablációban nem csak a ritmuszavarok számát, hanem azoknak a gyakoriságát és időtartamát is lehetett csökkenteni. A kriobalonos regisztrinkből látható volt, hogy a szaggatott vonalra a first line betegeket, ha megnéztük, akkor 90% környékére adódott az abláció paroxizmális esetben, és két most elfogadott és publikálás alatt álló cikkünkben rákoncentrálva a first line ablációnál azt találtuk, hogy az aritmia rekurencia szempontjából 88% volt, hogyha first line ablációt végeztünk, míg azoknál betegeknél, akiknek korábban már valamilyen gyógyszeres kezelés miatt és annak a sikertelenség után végezte az ablációt, a sikeresség csak 82%-os volt a paroxizmális esetben, anélkül, hogy újabb ablációk számban, a hospitalizációban bármilyen szignifikáns különbség lett volna, és az is látható ezen kicsit bonyolult ábrán, hogy a szimptomák jelentősen szignifikánsan csökkentek a first line kezelt betegeknél, és gyógyszeres kezelés gyakorlatilag nem igényeltek egy évnél. Tehát ha megnézzük 87 versus 81, 2%-os, illetve 3%-ot egy picit meghaladó siker szövődményráta mellett lehetett elérni ezeket az eredményeket. Tehát ha össze akarnánk foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy a first line ablációs kezelés egy biztonságos és effektív kezelés a pitfibrillációnak, és hogyha ezt kriobalonos technikával végezzük, az életminőség javítása mellett a betegség progresszívet és a szövődményeket is tudhatjuk csökkenteni. A fiatal, kevésbé beteg paroxizmus csoportban ezt biztosan érdemes megcsinálni, de a perzisztens és a betegeknél, illetve a szívejten betegeknél sem akadály. És nagyon fontos, hogy ezt mikor csináljuk, minél hamarabb, annál jobb. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.